Hogy bármi előfordulhat. Most pedig Toftól látunk egy remek védést, ő kezdett a győriek kapujában, és bölklövését tudta hárítani rögtön az elején. Szóval azért természetesen mi bizakodnak, hogy esetleg tudnak itt nyerni. Krujber lövését is hárítja Toft. Kulcsfontosságú lehet a mérkőzésen a kapus teljesítmény, mint ahogy az volt decemberben a Népligetben is. Kettő egy a győrieknek. Sandra Pop meg itt. Neki a másik oldalon. Festés. Bölk. Krujber kifelé. Pop! Lassan Topnak már van annyi védése, mint a decemberi meccsen összesen. Akkor 7 védése jutottak a győri kapusok. Most ez volt a negyedik, és 50%. Sandra Top Palestine hetesét is védi. Azok a pillanatok, amik át tudnak lendíteni egy csapatot a nehezebb perceken. Nagyon távol, még ember előnyben is a kaputól a Fradi. Bölk, Sandra Top. Pedig most megcsinálták neki a lövőhelyzetet. Igen, és nem is alsóbb, de nem volt egy teljesen jó helyezett felső sarkos lövés. A másik oldalon Topnak sem nagyon lehet most volt lőni. Mit síp szó? Enzemiko elől. Van győri gól. Krujber visszafordul. Topp ezt is védi. És az övé. Rafael Tervel, aki a győri védekezés működéséért nagyon sok mindent tesz. Ismeri el a kapus teljesítményét. Lehet, hogy ez a másfél hónap igencsak minőségi edzésekkel telt a Győr számára. Passzív. Márton vágna vissza. Lekics. Krujber. Újra Top. 20 másodperce még van az Etónak. Egy slusszpoéra itt az első fél időben. A plusz 10-ért támad a Győr. A Ferencváros elleni rangadón Top a 10. védését jegyezte, bőven 50% fölött teljesít, egészen kivételes. Stolle lövését védi Sandra Top. 89-es Sandra Top! Toporgot, Vedrov. Stolle. Sandra Top. De érdemes nézni, hogy milyen biztonságot ad neki, és milyen igazodási pontot a sárc. 13 védés. Igen, kettő sánc. Jó bejátszás. Sandra Top Málesztejnek is így szertvét. Sandra Top, aki a nőcsöt az apjára, a nagyobb részben üres volt. Lekics alulról, Top ráül. Nerva, Sandra Topra, egy szinte elhetett gólt lőni. Ha tényleg nem nagyon lehet neki gólt lőni. Kérni a uram, tehát, hadd majd a Sandra! Sandra!
Az utolsó percek kérdése. Túl sokszor kerültek a Fradi kapusai kiszolgáltatott helyzetbe, mert közel sem kaptak annyi segítséget, mint amit Szandotok kapott a győri védelemtől. Leginkább az átlövésekre gondolok, mert nagyon közel is engedték a lövőket, és semmilyen...